Az Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a mai napon új informatikai eszközök beszerzéséről döntött. Ez laptopok beszerzése az októberben felálló új képviselőtestület tagjai számára. A polgári frakció részéről ezt az előterjesztést nem tudták támogatni, tájékoztatott Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő az ülést követően. Az elmúlt időszakban, különösen itt a mögöttünk lévő hónapok kampányidőszakait tekintetbe véve, számos botrányos probléma volt abból, hogy a képviselőtestület jobboldali, tehát az előző ciklusban ellenzéki szerepkörben lévő tagjainak a levelezését, informatikai adatait illetéktelen személyek is hát saját kezükbe tudták venni, azokba betekintést nyerhettek. Ugye ebből itt a közgyűlésben is számos kellemetlen kérdés akadt, ugye a polgármester úrnak is ilyen kérdésekre azért válaszolnia kellett többször, és hát nem igazán tudta megválaszolni, hogy ezek hogy fordulhattak elő. Barkóczi Csaba hozzátette, éppen ezért informatikai és kiberbiztonsági szempontból az lenne a legoptimálisabb, ha az októberi közgyűlésig várnának ezzel a napirendi ponttal. Az lenne a legszerencsésebb, hogy az októberben felálló új közgyűlés döntene arról, hogy milyen forrásból és milyen eszközökkel szeretne dolgozni, hogy ez tiszta és átlátható legyen mindenki számára, hogy ezeknek az eszközöknek a hozzáférése, az ezekre telepített programok, ezek hogyan zajlanak, hogyan néznek ki, hogyan alakulnak, milyen helyről származnak ezek a gépek. Ugyanis alapvető érdeke minden önkormányzati képviselőnek, hogy az általa használt informatikai eszközök biztonságosak legyenek, hangsúlyozta a polgári oldal képviselője.